Nemrég érkeztél meg az U19-es válogatott Európa-bajnoki selejtezőiről, most pedig már a nagycsapattal edzettél egyet, mennyire sikerült visszazökkenni az itteni ritmusba? Próbálok minél hamarabb visszarázódni, ez az egy edzés is már valamilyen szinten segített, nem is rázottam ki annyira, hogyha mondhatom így. Most már a fő cél, hogy koncentrálok én is, meg a csapat is a hétvégi bajnokira a szombathelyi Haladás ellen. A szombathelyi Haladás ellen, ahonnan érkeztél hozzánk, és volt egy nagyon emlékezetes meccsed ellenük, a 18. születésnapodon idézzük fel azt a találkozót. Nekem is és a csapatnak is kijött a lépés akkor, jól játszottunk igazából, szerencsére én hozzá tudtam járulni egy góllal és egy gólpasszal a csapatnak a győzelméhez. Természetesen boldogan gondolok vissza, de az már a múlt, most már koncentrálnom kell a következő feladatra, ami most hétvégén lesz ellenük. Milyen fogadtatásra számít a szombathelyen? Hát, ahogy a múltkor se volt a legbarátságosabb a fogadtatásom, így most is ugyanarra számítok. Igazából az a legfontosabb, hogy a szurkolókat, meg a körülöttem lévő dolgokat ki tudjam zárni, és arra koncentráljak, ami a pályán van, és arra koncentráljak, ami a feladatom, és hogy a 100%-osan végig tudjam hajtani. A Haladás az utolsó helyen áll a bajnokságban, 11 ponttal lemaradva a még bennmaradás jelentő helytől. Gondolod, hogy ők már ilyen minden mindegy alapon fognak játszani? Úgy gondolom, hogy nem, mert az előző mérkőzéseiket nézve, vagyis hát látva, próbáltak mindig 100%-ot nyújtani, és próbáltak küzdeni. Nem az volt, hogy ezt már engedték, és hogy mondjuk játszanak a fiatalok, hanem igazából ugyanúgy a legerősebb csapatot próbálta felküldeni, ha jól láttam, a mester mindig náluk, és ugyanúgy gondolom, hogy most is fognak küzdeni ellenünk. Már csak azért is nagyon fontos lenne, hogy elhozzuk a 3 pontot, hiszen akkor tovább távolodhatnánk a veszélyzónától. Igen, úgy gondolom, hogy a következő 2 mérkőzésünk ez nagyon fontos lesz, mivel 2 olyan csapattal játszunk, akik mögöttünk vannak, és mondhatni mind a 2 6 pontos meccs lesz, mert ha ezt a 2 meccset be tudjuk húzni, akkor már nem a mögöttünk lévő csapatokra tudunk koncentrálni, hanem egy picit tudunk előrefele is nézni, és előrébb lévő helyezéseket is figyelni. Nagyon fontos lesz a csapatnak, élethalál lesz, de ezt érzi a csapat is, meg szerintem mindenki, és meg fogjuk tenni, ami tőlünk telik, és 100%-ot fogunk beleadni a mérkőzésekbe.